Idén március 2-án adták át Nyíregyháza legújabb sportlétesítményét, a városi jégpályát, amely rekordidő alig 6 hónap alatt épült meg. A jégpálya november 12-én újra nyitott, azóta szinte folyamatosan korcsolyáznak a hatalmas, mintegy 1800 négyzetméteres jégfelületen. Csütörtök délelőtt a Móra Ferenc általános iskola 4-es tanulói korisztak a jégpályán. Tavasszal már voltam itt, és nagyon örülök, hogy újra nyitott, mert szinte már elfelejtettem, hogy hogy kell korcsolyázni. 4 évesen beirattak apáék egy korisuliba, és ott megtanultam korcsolyázni. 5 évesen álltam először jégre, de akkor még nem ment olyan jó. Jól, nagyon szeretem a korcsolyázást, most mivel hirtelen úgy ráéreztem, és nagyon megtetszett, ezért remélem, hogy még sokszor fogok járni korcsolyázni. A 30x60 méteres jégpályán sportolók és kikapcsolódni vágyók is korcsolyáznak. Ekkora jégfelületnek már speciális közege van. Tehát itt egy olyan száraz és tiszta levegő van, ami az esetlegesen asztmatikus betegséggel küzdő gyerekekre nagyon jótékony hatással van, természetesen orvosi javaslatra, orvosi segítségre, de azok a gyerekek, akik nem sportolhatnak asztmatikus betegségek miatt, ez a levegő kifejezetten jót tesz nekik. Tehát őket is várjuk szeretettel. A sportlétesítménynél minden hétfő és szerda délután 17 óra 40 és 18 óra 40 között várják azokat, akár felnőtteket, gyerekeket, akik még nem tudnak korcsolyázni. A korisuli részleteiről a jégpálya közösségi oldalán tájékozódhatnak. Hétköznapokon, napközben pedig a gyerekeket várják korcsolyázni, a jégidő ilyenkor az oktatási nevelési intézményeké, ráadásul térítésmentesen. Napközbeni időpontokban reggel 8-tól délután 3-4-ig a közintézményeket, közoktatási intézményeket várjuk korcsolyázásra. Ugye ezt nagyon sok helyen hallottuk már, hogy Nyíregyháza város önkormányzata ezt a lehetőséget megtámogatta, tehát minden közoktatási intézmény a napközbeni órákban ingyenesen jöhet korcsolyázni. Emellé a sportcentrum keretein belül mi ingyenesen biztosítunk oktatást is az intézményeknek, tehát nem feltétlenül csak a középiskolásokat várnánk, hanem az általános iskolások is nyugodtan jöhetnek, hiszen oktatói felügyelet mellett tudnak tanulni korcsolyázni, és velük vannak fent a pályán is. November 24-én szombaton Sóhajtás Fesztivál címmel különleges sportág népszerűsítő rendezvényt tartanak a városi jégpályán a Nyíregyházi Sportcentrum és a Magyar Korcsolyázó Szövetség közös szervezésében. Sportági bemutatókkal és ügyességi feladatokkal várják az érdeklődőket délelőtt 10 és 12 óra között. A jégpálya nyitvatartási rendjéről a városi webportálon a nyiregyhaza.hu-n is tájékozódhatnak.